A közelmúltban volt olyan időszak, amikor napi árasak voltak a termékek, de ezek az idők úgy látszik elmúltak, mondta Krivács András, aki szerint a tavalyi évhez képest megközelítőleg 50-70%-os a drágulás a vendéglátóiparban. Szoktuk mondani azt, hogy ahány ház annyi szokás, de természetesen igen, itt is fölfelé mennek az árak. Az elmúlt másfél év az semmi másról nem szól, csak folyamatos áremelkedésre. Az inflációnak a hatását másképp nagyon nehéz volt kivédeni, mint hogy mi is mentünk az áremeléssel, ugyanis volt olyan, hogy napi árasak voltak a termékek. Most úgy nagyjából egy-két hétre már tudunk tervezni, vannak árajánlataink, vannak árkatalógusaink, amelyek most már nem úgy jönnek ki, mint tavaly ilyenkor, hogy üres volt a jobb oldal, ahol az árat tartalmazta. Ezt mindig a beszállításkor kaptuk meg a szállítólevélen, hogy az az adott mennyiség, az az adott rendelés, az mennyibe fog kerülni. Én úgy gondolom, hogy a másfél évvel ezelőtti bázishoz képest egy közel 50-60-70% áremelés az biztosan érzékelhető, és körülbelül ennyiben nyúltak hozzá kollégák az akkori árakhoz. Ez nem azt jelenti, hogy az inflációs hatás 70%, hanem itt az árak mentek föl ennyivel. Pontosan amiatt, mert megdrágult az energia, pontosan azért, mert megdrágultak az alapanyagok. És azért mondtam, hogy a hány ház annyi szokás, ugyanis mindenki más energiaellátottságot kell, hogy megfizessen. A szakember úgy látja, azok a vendéglátóhelyek, amelyek elvégezték a szükséges energetikai korszerűsítéseket, azok számára kedvezőbb kilátásokkal indult ez a 2023-as év, szemben a másik táborral, akiknek az alapanyagokat érintő infláció mellett a rezsiszámlákkal is meg kell küzdeniük. Krivács András hangsúlyozta, a vendéglátásban dolgozók kivívták maguknak az európai béreket, és hosszú távon ez segíthet a munkaerőhiány csökkentésében. A mérések és a visszajelzések alapján a Magyarországot elhagyó fiataloknak több mint 50% a fél éven belül hazatér, nem találja meg a helyét a külföldi nyugat-európai rendszerben. A maradék 50%-a is ketté oszlik, 25%-uk ott marad, és akár életszerűen él a nyugat-európai nagyvárosokban, kisvárosokban, és természetesen több munkahelyen dolgozik egyszerre, akár szakács egy étterembe, aztán majd takarít egy másik helyen, vagy éppen pont fordítva, vagy éppen a kisegítői személyzetet látja valamelyik remek nyugat-európai séf mellett. Ők európai bérért dolgoznak kettő munkahelyen. Én úgy gondolom, hogy a szektorban az elmúlt 5-6 évben kiegyenesedtek a bérek, európai bérezésért dolgozik ma a turizmus és vendéglátás palettáján szinte mindenki. A növekvő dolgozói bérek ellenére Cséplő Zoltán is úgy látja, hogy a szállodaipart is elérte a magyar munkaerőhiány, amelyet a munkáltatók a munkabéren felüli juttatásokkal próbálnak kompenzálni. Nyilván globálisan ez minket is érint, ez a probléma, legnehezebb szobaasszony, szakács és felszolgáló pozíciókat találni, de próbálunk jó munkaadók lenni, és ugye a béren felül juttatásba adunk kafetériát, adunk a kollégáknak, valamint a szállodaláncon belül kedvezmény és üdüléssel is lehetősége is fent áll, valamint próbálunk közösségi programokat szervezni, most volt nőnapi bál, múlt héten pont kint voltunk a Böllér versenyen is a csapattal, tehát próbálunk minél jobban összefogni a csapatot, és minél több béren kívül juttatást adni a kollégák számára. Valamint egy nagyon fontos dolog, olyan időszakokban, amikor ugye a családos anyukák, apukák itt dolgoznak a szállodában, és nem tudják a gyermekfelügyetet megoldani, ilyenkor szervezünk ilyen dolgozói gyerektáborokat, ahol szakképzett óraperiósok figyelnek a gyerekekre, hogy amíg a szülők dolgoznak, és nem megoldott a gyermekek elhelyezése. A szakértők szerint a közepes és annál magasabb színvonalú vendéglátó helyek dolgozóinak bére kigazdálkodható a jelenlegi gazdasági környezetben, és ez egy hosszú távú, tervezhető jövőt jelenthet a vendéglátásban dolgozók számára. A konkrét összegekről nem nyilatkoztak, de értesüléseink szerint a vármegyénkben sem elképzelhetetlen, hogy egy szakács akár havi 800 000 forintos fizetést tegyen a család asztalára, igaz, ez sok esetben heti 6 napot és 10-12 óra munkát jelent.